Volt, aki megette a szavazólap egy részét, mások legalább 2x-et tettek, és sokan rajzoltak is alapra. Ők mindannyian elmentek szavazni, de érvénytelenül voksoltak. A szavazóköröknél arról érdeklődtünk, tudják-e az emberek, milyen következménye lesz a szavazatuknak. Nézze, van a nemzetközi jogász, az Orbán Viktor. Nézzenek utána, milyen végzettsége van, és ez alapján döntött el, hogy ez így legyen. A jogi következménye? Jó kérdés. Remélem, semmi komoly. Hát remélem, hogy hoznak rá valami új törvényt. Hogyha van egy népszavazás, annak Európai Uniós szempontból nem nagyon lesz jogi következménye, mert ez végső soron csak egy ajánlás. A miniszterelnök szerint viszont igenis lesz jogi következménye a szavazásnak, függetlenül attól, hogy érvényes lesz a népszavazás. Csak a magyar parlament dönthet arról, hogy kikkel akarnak a magyarok együtt élni, ezt a jogrendszer részét fogjuk tenni. Ezt akkor is megtesszük, ha érvényes, és akkor is, ha nem. Egy föltétele van ennek, hogy több legyen a nem, mint az igen. Szerettük volna megtudni, hogy pontosan milyen közjogi következményre gondolt Orbán Viktor, a miniszterelnök sajtófőnöke írásban azonban csak annyit válaszolt a kérdésünkre, hogy erről majd bővebb felvilágosítást akkor lehet adni, ha megtudjuk, mi a népszavazás eredménye. A miniszterelnökséget vezető miniszter 2 hete még azt mondta, akár újra módosíthatják az alaptörvényt is, bár arról nem beszélt, hogy hogyan. Én azt gondolom, hogy a népszavazás, amennyiben érvényes és eredményes lesz, fölhatalmazza a kormányt először is arra, hogy akár a magyar alaptörvény módosítását javasolja, másrésztről pedig az európai jogrendszerben is érvényesítse. Magyarország uniós biztosa ugyanakkor az Indexnek azt nyilatkozta, a népszavazásnak nincs jogi következménye. Így önmagában a kérdésnek, meg az eredménynek nem lesz jogi következmény. A Híradónak nyilatkozó szakértő is azt mondta, ha hoz is bármilyen határozatot az országgyűlés, annak nem lesz hatása az uniós jogra. Közjogi szinten az égvilágon semmi következménye nincsen, az Európai Uniónak ezt nem kell egyáltalán figyelembe vennie, hiszen az uniós jog az a tagállamok jogalkotása fölött áll. A szeptember közepén tartott uniós miniszterelnöki találkozó után egyre inkább úgy néz ki, nem is lesz semmilyen betelepítési kvóta. A tárgyalás után kiadott zárónyilatkozatban ugyanis azt írják az uniós vezetők, hogy csak olyan megoldások fogadhatóak el, amelyekben teljes egyetértés van a tagállamok között. A menekültek szétosztásáról szóló javaslat azonban megosztotta az uniót, így azt úgy tűnik, el is vetették.